jöjjön a mai nap utolsó hírem. Ez inkább csak egy kis érdekesség és egy kis kedvesség a Creality Kai Max tulajdonosoknak. Egy YouTube felhasználó, azaz egy YouTube content gyártó tervezett egy többszálas rendszert a Creality Kai Max-ához, mert megunta azt, hogy állandóan a gép mögé kell nyúlkálnia, hogyha esetlegesen filamentet akar cserélni. Nem látta, hogy a filament éppenséggel mennyire fogyott el, ezért létrehozott egy multifilament tartó rendszert. Ez nem egy AMS, nem egy szálcserélő rendszer, ez egy konkrétan egy tartó szerkezet, amit a K1 Maxoknak a tetejére lehet rakni. A elhelyezésének köszönhetően nem kell hozzá elektromos áram, hogy szárazon tartsa a filamenteket, mert ugye a nyomtató hülyét használja föl ahhoz, hogy szárítsa, illetve szárazon tartsa a filamenteket. Tervezésekor figyelembe vette azt is, hogy nem szeretne egy-két tekercs filamenttel egyensúlyozni, ezért inkább minimum 3 filamentes verziót tervezett belőle. Érdekessége még ennek az egész projektnek, hogy úgy állította össze a nyomtatható alkatrészek listáját, hogy szerepelnek benne olyan kellékek is, amik megkönnyítik az embernek, hogy ezt az egészet otthon készítse, beleértve plexi burkolatvágását is. Maguk a fájlok ingyenesen elérhetőek a az úriember oldalán, valószínűleg majd a videó alá rakunk egy linket erről az ő videójáról, és nézzétek is meg, hogy értsétek, hogy ez miért jó. A fájlok ingyenesen elérhetőek, de megvásárolható hozzá egy összeszerelési útmutató, mind magánszemélyeknek, mind profiknak, mind vállalkozásoknak, akik gyártani akarják, ők is megvehetik. Mind a 3 opcióban és csak a fájlos opcióban is szabadon változtatható a modell. Na de nem is ez a lényeg. Ezzel az aprósággal, amit ő megtervezett, egy csomó olyan hozadék jött, amiről nem számolt, hogy ez jótékony hatással lesz a nyomtatójára. Ilyen például az, hogy mivel átkerült a filament betáplálási helye egy új helyre, ezért TPO anyagot könnyebben tud vele nyomtatni. Mellette azt vette észre, hogy nyomtatáskor, mivel 3 kg filament nyomja le az egész nyomtatót, sokkal szebb felületet ér el, sokkal egészségesebb nyomatok jönnek ki belőle. Nem számolt ezzel a következménnyel. Ezt a videójában külön meg is említi, hogy ez számára egy nagyon érdekes dolog volt, hogy mivel a Corix Y gépek súlypontja viszonylag magasan van, ugye a fenti kinematika miatt, ezért vannak ott is kompromisszumok, amit kötni kell a sebesség terén és a minőség terén, vagy a minőség terén. Ellenben most, hogy ő konkrétan lesúlyozta a filament tartójával és a plusz 3 kg-nyi filamenttel, ezért javult a nyomtatás minősége, és hát mint mondtam, volt TPU filamentet is könnyebben tud vele nyomtatni.